Tiszteltel köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok önök az Ígyszert, a Fejvár Televíziós Sportmagazinját látják. Mai műsorunk gerincét, majd a labdarúgás adja a Videoton FC játékosaival foglalkozunk. Elsőként Sándor Györgyé lesz a főszerep, hiszen kedd este Finnország ellen befejezi Európa-bajnoki selejtezőbeli szereplését a magyar válogatott. Az utolsó EB selejtező előtt az utolsó sajtótájékoztatóját is megtartotta Egervári Sándor, labdarúgó válogatottunk szövetségi kapitánya. A legfontosabb információ fehérvári szempontból már az elején elhangzott. Sándor György, a Videoton FC labdarúgója, biztosan kezd majd holnap a finnek ellen. Fizikálisan úgy érzem, hogy jól vagyok, sok mindent hoztam magammal a klubomból, gondolok itt a munkaterén sok mindent. Mentálisan meg, amit már Roli is említett, hogy ez egy nagyon jó közösség, tehát fejben mondhatom azt, hogy toppon vagyok, de szerintem mindenki így van, és ez nagyban köszönhető annak, hogy tényleg egy nagyon jó közönségbe csöppentem bele. A magyar válogatott, mint ahogy az kiderült már pénteken este, nem juthat tovább csoportjától, ettől függetlenül mindenki, a csapat játékosai, illetve természetesen a szurkolók is győzelemmel szeretnének búcsúzni a sorozattól. A folytatásban is labdarúgásról beszélgetünk, stúdiónk vendége, ugyanis Tóth Balázs, a Videoton játékos, a szervusz Balázs, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek. Hát éppen annyit szerintem elárulhatunk a nézőknek, éppen az előbb mondtad, hogy nagyon-nagyon régen jártál már itt a Fejvár televízióban, de ennek prózai oka van, hiszen 7 évig légióskodtál külföldön, és tértél vissza most a Videótonban. Milyen újra itt lenni nálunk? Gondolok itt a tévére is, Fehérvárra is. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon jó érzés visszatérni Fehérvárra, és igazából ugye nagyon kedves számomra ez a csapat, hiszen sok mindent köszönhetek a csapatnak. Itt lettem először NB1-es játékos, innen lettem először magyar válogatott, úgyhogy igazán jó érzés visszatérni ide, és úgy a szurkolók, mint a csapat is szerintem nagyon örülnek nekem, és befogadtak gyorsan, úgyhogy ez külön öröm számomra. Hát kezdjük a történetet az elején, ugye amikor bemutatkoztál a Videótonban, illetve az élvonalban folyamatosan itt játszottál. Én nagyjából akkor kaptam fel a fejemet Tóth Balázsra, és nagyon nagy emlékek maradtak meg bennem, gondolok hatalmas bombagólokra, nagyon szép cselekre, nagyon jó játékra, és aztán elindultál külföldre. Törökország volt az első állomás. Akkor úgy tudom, én is úgy emlékszem, az egy nagyon nagy lehetőség volt, amit sikerült is megragadnod a teljesítményeddel a Törökországban. Igen, így van, ez 2005. januárjában történt. Előtte ugye a csapat is, és a csapatnak is, és nekem is igen jól ment a játék, és sikerült bekerülnem a magyar válogatottba is, és felkapta a fejét egy török csapat a teljesítményre, és igazából sikerült kiigazolnom, ami számomra egy igen komoly ugródeszka volt, hiszen a török bajnokság annyira nincsen szem előtt Európában, viszont egy igen erős, agresszív futballról szól. Úgyhogy 3 évet sikerült ott játszanom, és úgy érzem, hogy sokat fejlődtem és sokat tanultam a török futballból. Úgyhogy 2007 nyaráig játszottam Malatiában, valamint Kayseri-ben, két első osztályú csapat Törökországban, ahol igen jól éreztem magam, és a foci is jól ment nekem is, és a csapatnak is. Arra emlékszem, hogy a szurkolók is nagyon szerettek téged, mivel volt ott egy félpályás gólod is, talán még a Malatiában, ha jól emlékszem, ugye? És azt nagyon sok szavazáson feltűnt a Törökországban, mint az év gólja. Igen, ez így van. Galatasarayjal játszottunk otthon, és nekik sikerült szereznem egy olyan 35-38 méterről gólt körülbelül, igen. Ugye ezt követte Belgium, Genk, ahol az első években aztán abszolút kirobbanthatatlan tagja voltál a csapatnak. Igen, így van, 2007 nyarán igazoltam Belgiumba, a Genk csapatához, és nagyon jól sikerült ott is a bemutatkozásom, gyorsan úgy érzem, hogy bíztak bennem a társak és befogadtak, és jól ment a játék a csapatnak és nekem is, sikerült is egyszer elhódítanunk a belga kupát, úgyhogy az elkövetkezendő 3 év is és igen jól sikerült Belgiumban. Az utolsó évek viszont nem annyira. Mi történt ott? Hiszen gyakorlatilag egy stabil kezdő emberből pár hónap alatt kikerültél ott a csapatból. Igen. Igen, ez egy érdekes szituáció volt, hiszen a belga kupa győzelem után egy új edzőt kaptunk a csapat élére a nyártól, és ő igazából más típusú játékost képzelt el az én pozíciómon. És már nem kaptam annyi lehetőséget, amennyit úgy érzem, hogy kellett volna kapnom, viszont ekkor jött egy olyan lehetőség, hogy
a holland első osztályban folytathatom egy évre, és én emellett döntöttem, hiszen játszani szerettem volna mindenképpen. Valamint ugye a holland futball az még jobb, és a holland bajnokság, mint a belga, tehát ez megint csak egy lépcsőfok volt nekem, hogy kipróbálhatom magam magasabb szinten, úgyhogy évkapóra jött. És ugye ekkor jött az egy év a Venlóban, ami szintén nem sikerült rosszul. Így van, a Venlóban is igen, úgy érzem, hogy a csapat is jól játszott, és ez egy kisebb csapat Hollandiában, de elég nagy reményekkel, úgyhogy bent is sikerült maradni. Az első, a legfelsőbb osztályban így van, és egy jó évet zártunk, én úgy érzem. Nekem is jól sikerült sérülésmentesen, és folyamatosan játék lehetőséghez jutottam, valamint az utolsó fél évben már én voltam a kapitány a csapatnak. Ugye ezt követően szerződést bontottál a Genkkel, amikor lejárt ez a kölcsönadás, és hát újra a Videoton lett. Ez egy olyan szempontból szándékos döntés volt, hogy mindenképpen szerettél volna hazatérni Magyarországra, mert úgy tudom, voltak külföldi ajánlatok is. Így van, így van. Felbontottuk a szerződést augusztus végén, hiszen úgy éreztem, hogy most már elég volt a Belgiumból. Volt több külföldi ajánlatom, Hollandiából is többek között, de igazából mikor Paulo Sousával és a vezetéssel sikerült beszélnem a Videótomból, akkor olyan jövőbeli terveket és olyan jó dolgokat sikerült így megbeszélnünk, és amit felvázoltak nekem, hogy igazából nagyon szimpatikus lett a történet, és azt mondtam, hogy részes akarok lenni ennek a dolognak, amit az elkövetkezendő években várható. Ugye 7 évet töltöttél külföldön, ami azért nem kevés idő. Mennyiben változtatott meg ezt téged, mennyiben lettél egy kicsit talán több, és még inkább úgy mondom, hogy edzettebb, akár lelkileg, akár játéktudásban? Igen, én azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent egy játékosnak, hogyha a Európa vagy akár a világ más országaiban is kipróbálhatja magát, hiszen ahogy mondod, lelkileg főleg ez nagyon-nagyon megerősíti az embert, én úgy érzem, legalábbis a magam részéről, a saját tapasztalatom alapján, valamint azért rengeteg emberrel, rengeteg különböző játékossal, különböző játékformával, valamint különböző edzőkkel dolgozhattam együtt, ami ugye szintén azt eredményezi, hogy ugye taktikai szempontból is ugye rengeteg lehet fejlődni, úgyhogy nagyon remélem, hogy kamatoztatni tudom itt a Videótonnál is, és kiváló eredményeket fogunk elérni a jövőben. Ugye hát néhány mérkőzésen már túl vagy, a Vasas ellen cseréket mutatkoztál be a Vidiben. Hogy tettek az első napok, hogy érezted magad itt a Paulo Sousa vezette csapatban? Igen, én az első naptól fogva nagyon jól éreztem magam, a játékostársaim is, az edzőstáb is, és mindenki, ugye a szurkolók is az első pillanattól fogva befogadtak engem a csapatba, úgyhogy szerintem ez is az oka annak, hogy viszonylag én úgy érzem, hogy korán és gyorsan sikerült beilleszkednem a csapatba. Úgyhogy nagyon, nagyon jó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. A játékos társaimmal is gyorsan megértettük egymást kezdettől fogva a pályán is, valamint az edzőstáb is abszolút segített mindenben, hogy minél gyorsabban menjen a beilleszkedés, és kiváló edzéseken vettünk részt, úgyhogy úgy érzem, hogy minden rendben. Plusz a játékod is nagyon belepasszolt ebbe a csapatba, az már az első meccsen, amikor kezdő voltál, látszott, és erről beszélgetünk is szerintem korábban, és én ezt mondtam is neked, hogy hihetetlenül jól belepasszoltál ebbe a típusú játékba, amit a Videóton játszik. Igen, örültem én is nagyon neki, hiszen Hollandiában az utolsó évben is hasonló típus felállásban állt fel a csapatunk, és ahogy a vezetőedzővel, Paulo Sousával és a stábbal beszéltünk, akkor felvázolták nekem, hogy milyen típusú játékot akar játszani a Videóton, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, hiszen sok passzos, elmozgásos, ilyen labdatartásos, elég látványos játékot próbálunk játszani és felépíteni, úgyhogy úgy éreztem, hogy ez a jövő, úgy érzem most is, hogy ez a jövő futballja, úgyhogy nagyon jó úton vagyunk. Milyen volt visszatérni újra a magyar bajnokságba, újra a magyar ellenfelekkel játszani, hiszen azért egyrészt azért sokkal nívósabb bajnokságban játszottál az elmúlt években, másrészt azért ugye 7 év alatt biztosan változott is valamennyit ez a közeg. Igen, így van, viszont visszatérni nekem nagyon jó volt, hiszen ahogy megérkeztem a csapathoz, láttam, hogy az én csapattársaim is rengeteg kiváló képességű futballistánk van, tehát élmény volt velük edzeni és együtt játszani a mérkőzéseken is, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy a csapatban én személy szerint nagyon jól érzem magam, és szerintem mindenki, aki jelen pillanatban a Videótonban játszik, úgyhogy ez egy óriási erő, ugye, és nagyon remélem, hogy ez minden mérkőzésen meg is fog mutatkozni, és meg tudjuk nyerni azokat a meccseket, ami egyre följebb visz minket a tabellán.
válogatottság, ugye Sándor Gyuri volt az előbb, te most nem vagy tagja a keretnek, de gondolom ez egy nagy cél visszakerülni itt egy jó teljesítménnyel. Persze, természetesen, hiszen egy labdarúgónak ugye az az álma mindig, hogy a válogatottban szerepeljen, és ez egy megtiszteltetés, egy nagyon jó érzés, úgyhogy szurkoltam végig a srácoknak, és most is szurkolok, és örülök a Gyurinak is, hogy ott tud lenni, meg az Ákosnak is a keretben, úgyhogy nekem is persze célom megmutatni magam, és hogyha lehet, akkor minél közelebb kerülni persze a kerethez. Ugye hát most nem jutott tovább a válogatott a csoportjából, de mondhatjuk, hogy ez egy nagyon sikeres szereplés volt, hiszen úgy érzem, hogy azért az ország nagy része a szurkolók klubhova tartozástól függetlenül is odaálltak a nemzeti csapat mögé. Így van, ezt én is abszolút így érzem, és ez egy rettentő jó érzés volt tényleg azt hallani rádióból is, televízióból is, az utcán is, hogy a magyar labdarúgásról beszélnek az emberek, a szurkolók, és mindenki mellettük áll, úgyhogy igaz, hogy nem sikerült most ez kikerülni nekünk, de azt hiszem, hogy ez a jövő útja, és én szerintem nagyon jó úton járunk, hogy a magyar futball is ismét tudjon részt venni egy ilyen világeseményen. Nem kerülhetem meg a kérdést, ugye tavasszal bajnok lett a Videóton FC, hogyan fogadtad klub első aranyérmét? Én nagyon örültem neki, hiszen a mai napig, ugye, amikor én kikerültem innen Fehérvárról, elkerültem, ugyanúgy tartottuk a kapcsolatot a srácokkal, ugye a játékostársaimmal, úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy Fehérvárnak bajnoki címe van, és hogy egy jó pár játékos is, akivel még én is együtt játszottam, azok is ennek a bajnoki címnek örülhetnek, úgyhogy én végigszurkoltam nekik is, követtem őket, amikor csak lehetett. Gondolom, itt majd az lesz a cél, hogy Tóth Balázs érem kollekciójába is bekerüljön egy ilyen medálja itt Fehérváron. Így van, pontosan, én nagyon-nagyon örülnék neki, úgyhogy ez is a célunk abszolút, a csapatnak is és nekem is, és mindenkinek, hogy ismét nyerni ebben az évben kupában is, jó szerepelni, bajnokságban is jó szerepelni, úgyhogy nagyon nagy célunk ez, és reméljük, hogy valóra is váltjuk. Ugye hát egy kicsit beszéljünk a jövőről is, nem is olyan távoli jövő, szombaton újabb bajnoki mérkőzés itt a válogatott szünet után. Érkezik a Kecskemét, amely ugye most a legutóbbi szezonban egy picit talán mumusa volt a Vidinek, döntetlen játszott itt Sóston, legyőzte a Vidit a Magyar Kupában. Akik játszottak azon a meccsen, gondolom mindenképpen vissza akarnak vágni, de alapból is gondolom azért itt hazai pályán mindenképpen a győzelem lesz a cél. Így van, ezt én is így gondolom. A Kecskemét egy olyan ellenfél, aki technikailag és fizikálisan is elég erős csapatot képvisel itt a magyar élvonalban, de úgy érzem én is, hogy a mi csapatunk erősebb, és hazai pályán itthon kell tartanunk a 3 pontot, úgyhogy mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, és keményen készülünk azért, hogy ez megvalósuljon. Ugye hát még 100%-os a csapat hazai környezetben. Mik a tapasztalataid vannak ezeknek a statisztikáknak? Egy tanárom mondta, hogy a statisztika olyan, mint a bikini, sok minden megmutat, de lényeget azért lehet akarja. Van respektje egy ilyen, ha ír jó hazai statisztikának? Tehát, ha nem is remegő lábbal, de mondjuk azért ezt tudomásul véve érkeznek csapatok, mondjuk Fehérvárra éppen? Én azt hiszem, hogy igen, hogyha egy csapat jó szerepel otthon, és tényleg bátor támadó futballt játszik, ahogy a Videóton is teszi, és mi is tettük, akkor az mindenképpen tekintélyt parancsoló, én szerintem, úgyhogy ide minden csapat ugyan szerint. Szerintem, hogy azért óvakodik attól, hogy nehéz helyzetbe kerüljön. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen előny, ugye a hazai pálya amúgy is előny, és a szurkolóink segítségével reméljük minél többen kilátogatnak a mérkőzésre. Én úgy érzem, hogy örömet tudunk szerezni a szurkolóknak is, és a saját magunknak is. Hogy érzed? Ebben az esztendőben ugye nagyon sok fordulót játszanak le, tavasszal lesz egy kicsit rövidebb. Mennyire lesz fontos ez a tény? Tehát, hogy idén ki tud egy jobb formát hozni, hiszen gyakorlatilag most talán egy picit majd az átigazolásoknak télen kevesebb főszerep jut. Igen. Én azt mondom, hogy saját magunkkal kell, hogy törődjünk sokat, és minden pontot, amit csak lehet, minden mérkőzésen a maximumot kell adnunk, és meg kell nyerni, amit csak lehet, hogy minél közelebb kerüljünk az elsőkhöz, akik jelen pillanatban vezetik a tabellát, és hogy ott maradni, és azt mondom, hogy decemberig mindenképpen ez a cél, és tavasszal pedig mindent bele, és meglátjuk, hogy ki a jobb és ki ér oda végén. És végezetül én mindenképpen szeretnék megemlékezni édesapádról, hiszen talán kevesen tudják, de ő is a Videóton FC-nél segíti itt a fiatalok képzését, ő most az U12-es csapat edzője, és tudom, hogy mindig hatalmas szeretettel beszélt rólad, és mindig várt nagyon haza, vagy éppen amikor ő utazott. Tudom, hogy ő is nagyon sok szeretettel fogadott, de tudom, hogy a kicsik is, a tanítványok is, hiszen éppen amikor egyszer ott voltam a stadionban nálatok, akkor a teljes, azt hiszem, az ő csapata volt éppen az U12-es csapat, a Tóth Balázs, és rögtön meg is rohantak. Igen, így van. Jó, ugye most itt hallani Fehérváron, többet tudok én is találkozni a családdal, és többet látjuk egymást, édesapámmal is természetesen, és így van, voltam, amikor kint voltam én is edzéseiken, és nagyon-nagyon sok a srácok is tehetségesek, és ő is rengeteget foglalkozik velük, úgyhogy övék a jövő.
Így legyen, nagyon szépen köszönöm Balázs Nyers Katra a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk szombaton a Kecskemét ellen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, kézilabdával folytatjuk majd az Itzer magazint, hiszen a hétvégén fordulót rendeztek a kupagyőztesek Európa kupájában, női mezőnyről van szó. Az Alcoa FKC hazai pályán a Fram Reykjavikot fogadta, és végül kettős győzelemmel továbbisított a fehérvári csapat. Nézzük, hogyan értékeltek a főszereplők. Magabiztos előny tudatában várta a második találkozóját a kekben az Alcoa. A Fram Reykjavik ellen szombaton megszerzett 9 gólos előny tudatában talán kicsit elbizakodva játszottak a lányok, de szerencsére csak 45 percig. Gondolhattuk volna, hogy a második nehezebb lesz, és úgy is készültünk, hogy 0-0. Nem tudom, nem jöttek össze az átlövések, nagyon sok zicset kihagytunk. A másik oldalon nekik meg szinte az összes átlövésük gól lett. A védekezésünk sem volt olyan kemény, mint az előző mérkőzésen, de az a lényeg, hogy mind a két mérkőzésen nyertünk, és utazunk valahova, reméljük. Portugália, szerintem, vagy bízom benne, hogy oda megyünk. A csapat a vasárnapi meccs nagy részében nem igazi arcát mutatta, ennek megfelelően Mihály Attila sem volt teljesen elégedett. A csapatjátékunk nem volt annyira gördülőken, mint amit vártunk, mint ami mondjuk a tenap az első félőben és a második felében volt. Tehát összességében örülök neki, hogy tudtunk nyerni, mert azért megdolgoztunk nagyon keményen. Még mindig maradtunk a hullámlovaglásnál, tehát nem tudunk mondjuk 120 percet ugyanabban a tempóban, ugyan a minőségben végigjátszani, de azon leszünk, hogy ezt a közel 60-70 percet, amit szerintem jól játszottunk, azt kitoljuk 10-20-30-40-50 percet. A találkozón 10 gólig jutó Elizabeth Gunnarsdottirt remek teljesítményesen vigasztalta a kiesés miatt. Gólt lőni mindig jó, de csalódott vagyok, mert kikaptunk ma is. A tegnapi 9 gólos vereség után ma 10-zel kellett volna nyerni, így teher nélkül játszhattunk. Egy darabig ez jól is ment, de sajnos kiestünk. A Fram Reykjavik mestere elégedettebb volt a vasárnapi meccsen látottakkal, de ő is csalódott volt a kupabúcsú miatt. We played much better today than we did yesterday. Ma jobban játszottunk, mint tegnap, szóval ezzel elégedett vagyok. Az Alcoa jobb csapat, rengeteg gólt szereztek ellenünk gyors indításokból, ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Azt gondolom, remek két meccset láthatott a közönség két támadó szellemű csapattól. Csalódott vagyok a kiesés miatt, de gratulálok a Fehérvárnak. A szombati 9 után vasárnap 3-mal nyert az Alcoa FKC, így összességében 60-48-al kettős győzelemmel jutott a KEK következő körébe. A kupagyőztesek Európa kupáján a következő sorsonását, a következő forduló párosítását meg kedden délelőtt fogják elkészíteni. Friss hír, hogy az Alcoa FKC kiemelt lesz, vagyis egy gyengébbi kalapból kaphat majd ellenfelet a fehérvári csapat. Győzelemmel kezdte meg a férfi kosárlabda bajnokságot az Albacom Fehérvár. Branislav Zunis tanítványai meggyőző különbséggel múlták felül a Faktum Sport Debrecen együttesét, így sikerrel rajtoltak a bajnokságban. Én ezzel az összefoglalóval megköszönöm figyelmüket, ez volt már az Itzer magazin, de még nem fejeződik be a sportos este itt a Fehérvár televízióban. 20 óra 15 perctől felvételről közvetítjük majd az Alcoa FKC Fram Reykjavik KEK párharc második felvonását, második vasárnapi mérkőzést teljes egészében megtekinthetik nálunk. Sporttal legközelebb majd szerdán jelentkezünk a sportpercekben, de a holnap esti híradóban is számítunk egy rövid anyag erejéig figyelmükre, hiszen stábunk ott járt ma Telkiben a magyar labdarúgó válogatottnál, ahogy ezt korábban láthatták, és egy bővebb összeállítással jelentkezünk a holnapi híradóban arról, hogyan készül az Egervári Sándor vezette magyar válogatott a Finnország elleni válogatott meccsre. Én már a munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra! Szenzációsan kezdte meg szereplését a bajnokságon az Albacom Fehérvár kosárlabda csapata. Branislav Zunic együttese október 8-án szombaton este a Debrecen ellenében hazai pályán lépett pályára az alapszakasz első fordulójában, ahol élesben is bemutatkoztak a csapat új játékosai, és nem is okoztak csalódást. Már az első negyed után sem volt kérdéses a találkozó végkimenetele, az Albacom ellentmondás nem tűrve kosárlabdázott. Több remek egyéni teljesítménnyel, míg a túloldalon a debreceniek csak amerikai légiósuk Ingram, valamint Szabó pont erősségében bízhattak. A nagy szünetig így is több mint 20 pont előnnyel ment pihenni az Alba, amely a második félidőben a látványra is kínosan ügyelve, 100 pont fölé jutva 109-65-re győzött az idényitón. Ekkora különbségi győzelme nem is, de egy magabiztos játékra és egy magabiztos győzelemre azért számítottunk. Örülök nagyon, hogy végül ekkora különbség lett, és ilyen magabiztosan és nyugodtan tudtunk játszani. Azt gondolom, hogy mindenki, aki pályára lépett, maximumot nyújtott, oda tette magát, úgyhogy ebből lehet építkezni a jövőbe, azt gondolom.
Az Albacom trénere Branislav Zunic is elégedett lehetett a végeredménnyel, bár azért a tréner a hibákat is látta a találkozón. Ha megnézzünk az egész meccset, elég hullámzó volt a teljesítményünk. A második és a negyedik negyedben a védekezésünk nem működött, és tehát tényleg egy gyengebb csapat ellen játszottunk, és azt hiszem, hogy ezek a hibákat, amit követtünk egy komolyabb meccs ellen nem fognak beleférni. A Debrecen elleni parádé után talán egy fokkal már nehezebb mérkőzés vár a fehérváriakra, akik a jövő héten esedékes fordulóban Szegedre látogatnak az alapszakaszban.